Az idei Magyar Kultúra Napi rendezvény programja kerek évfordulókhoz kötődik. Kodály Zoltán 130 évvel ezelőtt született, Kölcsey pedig 190 évvel ezelőtt fejezte be a himnusz megírását. Büszkén mondom, hogy saját anyaggal állhatunk elő. Ez azt jelenti, hogy Kodály tanításainak megfelelően járunk el, és ápoljuk, és tanuljuk mindazt, amit Kodály ránk hagyott örökül. És a két vegyes kar, illetve a Vox Femina énekkar repertoárjában alapból van Kodály, tehát teljesen fölösleges elmennünk bárhová, mert ennél szemben kevés helyen tudják énekelni, előadni Kodály Zoltán zenéjét. Észak-Komáromi Concordia vegyes kar és a Vox Femina Komáromi női kar vesz részt az ünnepségem. Szólót énekel majd még Bede Csinona, aki szintén a magyar kultúra érdekében nagyon elkötelezett ember, hiszen nem csak Komáromba és környékén, hanem a felvidéken is tanít éneket. Itt lesz még Miklós Józsefné, akinek tulajdonképpen Kodály Zoltán eleve példaképe, és ő tulajdonképpen a mi kis élő kazincink, aki a magyar kultúra területén nem csak a népzene tanításba jár élen, hanem a magyar nyelv fölött is őrködik. Vendégfellépőnk lesz még, tehát saját berkekben Pőce László és a Garabonciás Néptánc Együttes néhány tagja, és velünk lesz Németh Nikoletta Jókai Mór gimnázium tanulója, aki szavalatával fogja ékesíteni ezt az ünnepséget. Ezen az estén adják át a magyar kultúráért díjakat. Tavaly ezt a kitüntetést György Károlyné Rabilenke és Medvecki Szabolcs vehette át. Az elismerést olyan személyek kapják, akik sokat tesznek városunkban a magyar kultúráért. A rendezvény január 23-án 17 órakor kezdődik a Jókai moziban.